Rajcsányi Molnár Mónika, a Dunaújvárosi Egyetem oktatási és általános rektorhelyettese köszöntötte a 2018-2019-es tanév első éves hallgatóit az intézmény ünnepélyes tanévnyitóján az Egyetem Sport és Rendezvénycsarnokában. Beszédében többek között beszámolt a felsőoktatási intézmény népszerűségéről és az az mögött álló sikeres időszakról, hiszen hallgatóik száma emelkedett. Idén, szeptember 10-én mintegy 1600 hallgatóval kezdjük meg az új tanévet. A felvettek létszáma kedvezően alakult az idei évben is. Nagy öröm számunkra, hogy a 2018-as felvételi eljárások során a Dunaújvárosi Egyetemen mind a jelentkezők, mind a felvettek számában jelentős, mintegy 10%-os emelkedés volt tapasztalható. Leendő elsős hallgatóink száma így közel 600 fő. Köszönjük, hogy bizalmat szavaztak nekünk. Magyar nyelvű képzéseink viszonylatában örülünk, hogy egyetemünk képzési gerincét képező diplomás alapképzéseink tovább erősödtek. Az ünnepségen Cserna Gábor polgármester is tiszteletét tette, aki főként a hallgatókhoz szólt. Elmondta, az előttük álló jövő csak és kizárólag rajtuk múlik. Higgyék el, Dunaújváros a következő években olyan lesz, amilyennél önök a város leendő fiatal szakembereit teszik. Mégpedig mi magyarok versenyképes országot szeretnénk, és mi dunaújvárosiak pedig versenyképes várost szeretnénk. Egy országot szívében, a mi megyejogú városunkkal, Dunaújvárossal, amely sikeresen száll versenybe a világ bármelyik színpadán. Tartja a tempót a város, az egyetem a digitális forradalommal, és nyertese a város és az egyetem a világban zajló gazdasági változásokban. Az ünnepi beszédeket követően a mintegy 600 elsőéves hallgató gólyaesküdtett, amelyben megfogadták, hogy a tőlük telhető legjobb eredménnyel végzik majd munkájukat, ezzel is öregbítve az egyetem hírnevét. Sikerekben gazdag évet várok mindegyiktől, hogy sikeresen teljesítsem a diplomát, és hát azért jelentkeztem, mert itt van a duális képzés keretében a legjobb ajánlatok. Én gépészmérnökre jöttem, és leginkább azt határoztam meg, hogy részt vettem a nyílt napon ismerősöktől, hallottam az iskoláról az interneten keresztül a Felvin, és amikor a nyílt napon eljöttem, láttam, hogy milyen szép az iskola, rendesek az emberek, nagyon kedvesek, rendezett, szimpatikus volt, aztán ezt jelöltem meg első helyen. A 2018-2019-es tanév tehát szeptember 10-én hétfőn kezdődik az intézményben. Ekkor mintegy 1600 hallgató kezdi meg tanulmányait a Dunaújvárosi Egyetemen.